Ez a Meetup Potló videónk rádiózásról, azon belül űrrádiózásról fog szólni. Személy szerint engem nagyon régóta foglalkoztatott a rádiózás, mint téma, 2013-ban rádióamatőr engedélyem is lett. Számomra nagyon érdekesek a párhuzamok a hacker és a rádióamatőr széna között, írtam is egy blogposztot a témában. Javaslom átolvasni mindenkinek, aki egyelőre csak az egyiket ismeri a két tábor közül, több a hasonlóság, mint elsőre gondolnád. A hackers szénában egy programnyelvvel való ismerkedésnél a Hello World bemutatja a minimális alapokat. A rádiós világba átkelve most azt fogom bemutatni, mi az a minimális összeállítás, amivel Vágási Ferivel szólva belevághatunk az űrrádiózásba. A nemzetközi űrállomást, angol rövidítéssel ISS-t talán senkinek sem kell bemutassam részletesen. A természettudományos kísérletek mellett jól megfér azonban fenn egy talán kevésbé ismert eszközparkjuk, egy rádióamatőr állomás. A program neve ARISS, szó szerint amatőr rádió az ISS fedélzetén, mely két szempontból is jobb az amatőrök által használható műholdaknál. Egyrészt az elektromos büdzsé, így a kisugározható teljesítmény jóval magasabb, így szerényebb földi állomások is jó eséllyel indulnak. Másrészt a fenndolgozó asztronauták mind rádióamatőrök is egyben, így beszélgetni is lehet velük, szemben egy műholddal, amely legfeljebb két földi állomás között teremt kapcsolat. Persze, ehhez jelentős szerencse is kell, ezért a legbiztosabb előre egyeztetni, ahogy az történik a számtalan iskolai összeköttetés esetében. Ilyen történt 2007. április 13-án hajnalban is, amikor a Puskás Tivadar távközlési technikumból magyar diákok kérdeztek az akkor épp fenntartózkodó Charles Simonyitól. Ehhez viszont műszakilag és jogilag is adásra alkalmas állomás kell, utóbbi a gyakorlatban egy rádióamatőr engedélyt jelent. Kezdő kísérletezés jóval egyszerűbb, ha mindössze venni próbáljuk az ISS-ről kisugárzott jeleket. Több ilyen lehetőség közül szubjektív véleményem szerint a leglátványosabbak az évente többször megrendezett SSTV adások. A TV része az egyszerűbb, képek továbbítása esetünkben körülbelül 0,3 megapixeles felbontásban. Az SS pedig a Slow Scan rövidítése, mely arra utal, hogy szemben egy gamergép másodpercenként 120 képkockájával, itt egyetlen képkocka kerül adásra 120 másodperc alatt. Ennek előnye, hogy emberi beszéd átvitelére tervezett szűksávszélességű eszközök is képesek adásra és vételre. Az ARISS 2020 decemberében ünnepelte 20 éves fennállását, így december 24 és 31 között folyamatos SSTV adást hirdettek. Kett csinálóként megpróbáltuk dokumentálni a vételhez összeállított állomásunkat és magát a vétel folyamatát. Előkészületként vételi helyszínnek a hármas határhegy tetején lévő Kukler kilátópontot választottuk, ahonnan rádiós szempontból is körpanoráma nyílik. Végül a G-Predict nevű szabad szoftverrel generáltattunk egy listát arról, mikor és a horizont felett milyen magasan vonul át Budapest felett az ISS. Ez szöveges formában is lementhető, így a kijárási tilalom, illetve alacsony áthaladás által könnyen kizárhattuk az alkalmakat. Végül december 27-én kora reggel felmentem a hegyre, és még éppen időben összeraktam az állomást. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek a hármas határhegy tetejéről. Megpróbálunk műholdakat venni, bemutatom azt is, hogy hogy néz ki a mi kis rádióállomásunk ide fönn. Sajnos a kilátással nem tudok büszkélkedni, mert az gyönyörű szép ködös. Ez mind, amit Budapest panorámájából fel tudok mutatni. Viszont van ez egy gyönyörű szép Kukler kilátó, amiben berendeztem az eső ellen kicsit védve az állomást. Elsőként látható maga a rádió, amelyből egy kábel vezeti el a hangot, hogy közvetlenül rögzíteni is tudjam. Egy másik rádió kontrollnak. A lámpforrás egy 12 voltos zselésakú, és végül a rádióból még egy kábel megy egy pontos helyre, aminélkül az egész nem működne, ez pedig az antenna, amit én most itt szépen rögzítettem a kilátónak a fém korlátjához, és ez veszi a jeleket, amelyek igen-igen sokat utaztak odáig, hogy ebbe a rádióba eljussanak. Bal felül látható egy program, amely képes az adás hangos változatából képet előállítani. A bal felén maga a kép látható, ahogy fentről lefelé felépül a vétel alapján. A jobb felső narancs rész mutatja az audiójel spektrumát, kiemelve az SSTV számára fontos frekvenciákat. A spektrum alatt annak időbeli lefutását látjuk az úgynevezett waterfall nézeten, mely nevéhez méltóan vízesésszerűen ábrázolja a spektrum változását.
Jobb oldalon látható egy másik program, amely képes valós időben mutatni különböző űrobjektumok helyzetét, köztük most épp a nemzetközi űrállomásét is. A felső részen térképen látható kékkel a vevő és sárga ponttal az ISS föld felszínre vetített helye, körülötte sárga terület mutatja, honnan hallható éppen. Az alsó részen vételi helyhez viszonyított adatokat láttunk két tálalásban. A bal körben látszik, milyen irányban és a horizont felett milyen magasan van hozzánk képest a műhold. Tőle jobbra ezek számok formájában is szerepelnek, fontos adat itt még a veszteség. A 120 decibel feletti veszteség ugyanis azt jelenti, hogy mire elér hozzánk a jel, kevesebb, mint 10-12-en, azaz a milliómod részére csökkent jelként fogja az antennánk. Ez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, légvonalban több mint 1000 kilométerre vannak egymástól. Végül középen alul látható a rádió maga, mely a legfőbb adatokat mutatja kijelzőjén. Bal felül látható, hogy FM módban van a rádió, alatta olvasható a frekvencia 145,8 MHz. E két paramétert, a modulációt és a frekvenciát is előre publikálják az ISS részéről. Végül egy tanulságos mérési adat is látható még egy vízszintes kijelzés formájában. A kijelző közepén lévő logaritmikus S skálán a vetjel erőssége látható, ez azonban ritkán haladja meg a minimális értéket, ebből is látszik, mennyire gyenge a vétel. Szerencsére az FM előnye, hogy ameddig egy bizonyos szint alá nem gyengül a jel, egészen sokáig eredeti minőségében vehető az adás. Íme a vetkép teljes méretben, mindössze a közepén jött némi zaj. Mivel az ISS oldali adásra használt gép hangkártyája és a videokameránk ADC-jének órajelének frekvenciája nem túl pontosan ugyanaz, a kép kicsit ferdelett. Utómunkával ez is javítható lenne, de a lényeg így is szépen látszik. Íme még egy kép, amit ugyanennek az áthaladásnak a során vettünk, sajnos jóval több zajjal, cserébe egészen különleges karácsonyi üdvözlőlap. Fontos, hogy ez az állomás lehetett volna egyszerűbb is, akár csak egy kézi rádió vagy egy olcsó RTL-es déleszköz is. Ugyanígy a kép is lehetett volna szebb, ha irányított antennát használunk, amely folyamatosan követi az ISS-t. És persze komolyabb feladatokra, még komolyabb állomásra lehet készülni, ez csak egy bevezető volt, hogy mi az a minimális Hello World, amivel el lehet indulni. Itt véget is érhetne ez a videó, talán némi további önfényezéssel, miközben elpakolom a felszerelést a hátizsákomba, és lemászom a kilátóból a hegyoldalon. A videó elején felvetett párhuzamot folytatva az IT-biztonsági konferenciák előadása és a blogposztok is sokszor hasonlóak. Mindenki elmondja, hogyan sikerült neki minden elsőre és tökéletesen. A valóság azonban sem az IT-biztonság, sem e rádiós projekt esetében nem ilyen szép. Előbbi esetben pont ezért nagyon kedveltem Buherátor kollégám kiváló Fail Night eseményét, ahol kifejezetten azon volt a hangsúly, kinek mi nem sikerült. Utóbbi esetben pedig íme pár részlet azokból az alkalmakból, amikor feljöttem a hegyre, de egyáltalán nem sikerült vennem képeket. Mindeközben a Rádióamatőr subreddit teli volt posztokkal, kinek mennyi fotót sikerült tökéletesen vennie. Végül szerencsére más is megírta, hogy a konkrét áthaladáskor neki sem sikerült nem csak hogy képet fognia, de más ISS adókjelét sem hallotta. Mint kiderült, voltak problémák a fedélzeten az adóteljesítménnyel, és már dolgoztak is a javításán. Eredeti célom a videóval az lett volna, hogy bemutassam, hogyan lehet minimál efforttal belekóstolni egyszerűen az űrrádiózásba. Így azonban magam lettem az élő példa rá, hogy még itt is van minek elromlania, szóval véletlenül se csüggedjen senki, ha elsőre nem sikerül neki, amit kitűzött. Ha érdekel az ilyesmi, gyere a Hackerspace Budapest online csatornáira, és segítünk akár konkrét projektben, akár megtalálni mi az, ami neked való. Online meetup-pal pedig hamarosan kiderül, mikor és milyen témában fogunk jelentkezni. Boldog új évet!